köszöntök mindenkit a VGK Újpesti Lámpásfogjának Fehérbotlaki rendezvényén. Kolléganőmmel, Anna Marival készültünk egy kis műsorral nektek, mert mint tudjuk, októberben van a látás hónapja, és minden évben ezt az alkalmat. És szeretném megkérni Mészáros Ágnest, a VGK alelnökét, hogy szóljon egy pár szót az ebbeültekhez. Engedjétek meg, hogy kezdődjünk. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy ennyien eljöttetek. Én először is át szeretném adni elnök asszonyunk üdvözletét, más elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott eljönni. Én azt emelném ki, hogy a VGK életében minden évben az október az egy nagyon fontos hónap, a látás hónapja, a Fehérbot világnapja, október 15-e, és az összes kerületben dolgozó közösségi civil szervező jellemzően a klubnapján megtartja ezeket az ünnepségeket, megemlékezéseket. A Fehérbot világnapján 1988 óta ünnepeljük. Ez a nap arra hivatott, hogy fölhívja az átlag látó emberek figyelmét, közvélemény figyelmét, hogy igenis segítségre van szükségünk adott esetben, és a közlekedésben nagyon-nagyon jól szembetűnik akár az autóvezetőknek, illetve a járókelőknek. Ezt egy francia grófnő álmodta meg 1920-as évek környékén, amikor azt tapasztalta, hogy Franciaországban elég nagy lett az autós forgalom. Látta botorkálni a látássérült embereket, és arra gondolt, hogy valami kézben hordozható, könnyű kis eszköz lenne jó, ami megkülönbözteti őket, és segíti ezáltal a közlekedésüket. És így lett a Fehérbot. Ez nagyon egyértelmű, lassan elterjedt az egész világon. Mindenki tudja, hogyha egy ilyen bottal közlekedő embert lát, akkor vigyázni kell rá, és adott esetben segíteni neki. Én születésem óta látássérült vagyok, viszont egy 3-4 éve jutottam el oda, hogy igenis fontos lenne nekem valamiféle jelzés, hogy egyértelműbbé tegyem, hogy mi is a gond, viszont én nem a Fehérbotot választottam, hanem a kutyás közlekedés. Ionnak hívják, a fekete színű labradort, aki most már 3 éve jön velem mindenhová, és így biztonságosabbá tenni az én közlekedésemet. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a fellépő művészeknek a szereplését, és hogy jelenlétükkel itt vannak. Én nagyon jó szórakozást kívánok, és nagyon-nagyon köszönjük az önkormányzat támogatását, egész évben élvezhetjük ezt pályázatok útján, és azt még elmondanám, hogy Újpest jövő évben a 10. szülinapját fogja ünnepelni, hiszen anno 2013-ban Újpest is az egyike volt az 5 kerületnek, ahol elkezdődött a munka, és nagyon köszönöm Izának és Anna Marinak. Besanda Mária két versét fogjátok hallani, amit külön erre az alkalomra írt. Panka, ugyanúgy barát elhívják, klubunk oszlopos tagja, ahogy mondtam, már hosszú ideje, pillanatnyilag a VGK-nél dolgozik, mint kutyás érzékenyítő. 57. január elején született, két családos gyermeke és két unokája van, két éve ér mondok kapcsolatban. Már egész fiatal korában késztetést érzett, hogy így megbeszedje érzéseit. Akkoriban még csak a csalódásait írta ki magából versek formájában, azután minden témákat is készít, kezdett írogatni, és folyamatosan vált számára a versírás. Szereti megosztani gondolatait az emberekkel, fogadjátok szeretettel ezt a két verset. Ki vagyok? Fekszem a polcon, de nem vagyok egyedül. Hogy ki vagyok, nem sokára talán majd kiderül. Össze vagyok csukva. Ki kéne nyújtózni? A többiektől nem félek, odé kell hozódni. Másfélék vagyok, mint többféle anyagból. Vékony,
nagyobb vagy vastagabb, igen, parancsol. Egy francia doktornak köszönhetjük életünk, így felfigyelhetnek ránk, arra is hogyan segítünk. Van ki csak jelez, van úgyhogy pásztázunk. Ingezni is szoktunk, a tömegbe járkálunk. Akadályba ütközünk, vagy belülünk másokat. A lépcsőn is csapkodnak, jó felé emelik lábakat. A tartéliselekkel nem vagyunk haverok. A gazdánknak segítünk, na, vajon ki vagyok? Jó kicsit segítek. Fehér a színen, a végén a műanyag. Lehet az egyensúly görbősök gurulják. Kitaláltad, biztos a fehér bot vagyok. Kik a gazdánik? Hát a magok. Előtt eldönteni a fejemben, de először csak fogtam a kezemben. A muszáj legyőzte büszkeségem, nem látott már olyan jó. Igen. Fejele hajlik színe fehér, teste könnyű, csak lók kinyitva, nagyon vékony törzsű. Pár év elteltével váltani kellett már botot, csukható volt az is, hagyott bennem jó mélyemot. Ahogy mentem, pásztáztam vagy inkáztam vele, nehezebb a jelzőbotnál, nem is tudom mi a neve. Hidd el nekem, fehér bottal közlekedni biztonságosan, nélkülem is a közlekedés, mint bocsánat, nyugományos. Ne szégyeld a fehér botot, vezessen az utatom, ha használod, látható vagy. Benned legyen bizalom. Köszönjük a profilnek, hogy segített a rabokra. A fehér bottal látnak minket, és segíthetnek azonnal. Addig, amíg előkészítjük a színpadot a következő fellépő számára, akiket én már nagyon kíváncsi várok, engedjétek meg, hogy felolvassak nektek egy novellát Jenei Andrástól. Az Irenével még egyszer találkoztok, majd mert lesz majd tőlem egy novella, ez most az Esőcsendben című novella lesz. Jenei András 17 évvel ezelőtt vesztette a látását cukorbetegség következtében, azóta a Buláki színeiben aktívan segíti a látássérülteket több oldalról is. Előtte egészségügyben dolgozott, hivatását tekintve mentős volt, első nyomtatásban megjelent regénye és ezt a témát dolgozta fel a gyerekben a Konstantin kereszt. Az irodalommal már korábban is foglalkozott, de aktívabban publikálni és írásai regényeit megjelentetni 2010 óta kezdett. Mostanra már 22 kötet jelent meg nyomtatásban, hangos könyvként és nyomtatásban is elérhető módon. Kedvenc zsánere nincs, de szívesen ír a fantazi műhajban, efelett meginkább életrajzi írásai, novellás kötetei vannak. Akad horrors, ma már történelmi regény is repertoárjában. Jelen van a közösségi médiában, van saját weboldala, YouTube csatornája, vagy is bármi megkeresett, nem zárkózik el. Ez pedig az Esőcseppen ám című novella, amely a Mezői Szimon című novellás kötetében jelent meg. A négyes napos villamos lomhán dolgokba kúszott át a Petőfi hídon, mint egy óriási sárga kígyó. A hajnali város hűvösétől csak az összekarcolt ablak választott el, ahogy álmodozott, hogy jöttem a szerelvénye. A plexigaszeng választotta az árpésban szokatlan tavaszi nyusztól. A kinti nyárkás idő átnedvesítette a kabátokat, eláztatta a nadrágokat. Az esőszél belmászott a zsákokba, a latyak átszínezte a pakacsokat. Gondolataimban nemrég volt nagyobb meleg ágy, és a forró kávé körül jártak. Aztán eszembe jutott, hogy vannak, akik egész estét az utcán töltik ebben a komor időben. Együttérzően gondoltam a munkásokra, és azokra, akiknek nincs hol hazamenniük. Lassan ébredezett a város a Duna két partján. A jeges szél felszárította a költ a víz felett, és tisztán láncoltak a város fényei. A budai oldal, mint egy gazdag, konzervatív náma szemlélte a látóhatárt, a lámpák sárga gyöngycsort alkotva kúsztak fel a mellétedre, és játékosan növelték át a várat. A pesti modell modern, a nagyvárosi dínája álmosan ásított. Zöldes füzérei táncolták körbe a fűvámtéren a vásárcsarnokot, és szaladtak tovább kacagva meg annyi szálloda irányába a körúton. A két hölgy között a szabadság így lustán nyújtózkodott, az elegáns Erzsébet itt kékes fényeivel már tetre készen világított. A két nő alakja összefolyt a szemem előtt egy lecsorgó vízcseppben. A rengeteg színből egy massza lett, majd egy pacellel vált, és ő magából csíkot húzva lefolyt az ablakon. Jött egy másik, vagy egy harmadik. Ahogy a lefelé siető cseppeket néztem, megéreztem bennük a város ízeit, illatait, hangjait, hidegét, melegét. Ott lüktetett a budai hegyekből felszálló erdők zöldjeinek hűvöse, amiben elvegyült valamelyik nagy réti rágainak illata, és a még álmosan zümmögő méhekre kerítünk kicsérése. Az egyre hangosabban éneklő madárgák millió hangoláló szonátája. Felsikoltott a hegyről lefelé tartó kanyargó fogas kerekű, holnokon vágott a mélybe vezető, mozgó lépcsőkben szaladó szélangyossága, és számban éreztem a sziketi vatta cukorbuhaság.
Agyamokonokodott az örvénylő tunakékje, a felette repkedő sirályok fehér pöttyeivel, érezni véltem az augusztusi tűzijáték ezerszínű rózsáit, hogy bombákká bukkanak a levegőben, és éhez a tömeg. A képek, mint egy diafilm belegtek a fejemben, majd jött egy újabb csepp. Megéreztem a vörös martitér kávézóiból szálló feketék illatát, hallottam az Andrássy úton az operából áriázó királyát. Felnyílt a föld alatt csikoltó sárga metró hangja, az óbudai főtéren egy cukrászda édesillata, a ligeti majális vidám zöngése. A képet betöltötte végül egy hangosan dobogó szék az ország közepén. Budapest, Budapest, Budapest. Ekkor kinyitottam a szemem, és mindenképp eltűnt. Pont olyan feketeség lett körül, mint az eddigi 12 év alatt, amióta vagyok. De ezen a sötétnek jött világon átvélek mégis minden érzés, a színek, az illatok, az életvidám pesgése, az ízek, és ettől jobban láttam, éreztem és élvezhettem mindezt a robogó villamosból, mint a mellettem ülő másik, aki álmosan ásított és jobban felállt, hogy leszálljon és nekivágjon egy számára unalmas és szürke, íztelen szaktalan napnak. Egy olyan csütörtöknek, ahol mindenki rohan és hallóként nem van, látóként nem lát, csak fut és azt hiszi, hogy él. Én pedig elmosolyogtam és egyszerűen élveztem az életem, vakon sokkal jobban, mint látóként. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, és köszönöm szépen a lehetőséget a lennálló felkötársam nevében is, Vasgó Maka nevében is. Köszönjük a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy eljöhettünk. Köszönjük szépen Szagányi Zabálának a meghívást. Én Nagy Krisztina vagyok, a lennálló felegyüttes hivatalos tagja, hivatalos énekese, 2019. augusztusa óta. Aki nem tudná, röviden annyit elmondanék, hogy a lennálló felegyüttes egy olyan integrált zenekar, amelyben a szólista énekesek kivétel nélkül sérültek. Van közöttünk látássérült, értelmében akadályozott és mozgássérült előadó mottónk, mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen. A Nem Adom Fel együttes több országban is megfordult már, Oroszországban, Kínában, Németországban, Erdélyben rendszeresen járunk koncertezni, Ukrajnában is fölléptünk már. És évente közel 30 ezer ember előtt lépünk föl. Most a május 26-án megjelent szólólemezemről fog következni három dal, a dalok szerzőjük is Barna Nem Adom Fel alapítvány, illetve a Nem Adom Fel együttes művészeti vezetője. Az első dal egy italról fog szólni, amit szerintem sokan szeretnek, a kávé. A címe magával megint egy feketét. Fogadják szeretettel! Erős feketét, eljátszani.
szállt. A pénze nincs, de jó szívére zárt. Akkor is szeretem magát. Főzzön egy erős feketét, hagyja a pohár felekét. A profi lesz a szerepének rám eső felét. Főzzön egy erős feketét, hagyja a pohár felekét. Estére megfogom magát. Főzzön egy erős feketét, hagyja a pohár felekét. A profi lesz a szerepének rám eső felét. Főzzön egy erős feketét, hagyja a pohár. És köszöntsük a színpadon vokálos társamat, Vaskó Makkát! A dal címe pedig Csak a pénz! Csak a pénz!
és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Számomra nagy öröm, hogy itt lehetek. Az első dalról annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon-nagyon közel áll a szívemhez ez a dal. Ezek a dalok általában megélt történetek alapján íródtak, hiszen az mellett, hogy mi 10 éve mind a Vion Trio zenekarra, mind a Nem Adom Fel együttessel szeretünk együtt zenélni, és nagyon-nagyon sok turné van már mögöttünk, ezáltal mindent is tudunk egymásról, szoktam mondani. És ugye hát ezeket így a mentor menedzserünk megjegyzi, és ezek a dalok így íródtak. Ez a dal egyik nagy személyes kedvencem is, és nemrégiben augusztus 18-án elindultam egy tehetségkutató versenyen, nem szoktam, de valahogy úgy éreztem, hogy ezt a dalt szeretném minél több emberhez eljuttatni. És magam sem gondoltam volna még akkor, de ez lett a győztes dal, és nem azt mondom, hogy én nyertem, hanem a dal nyert. Következzék, ha rólunk szólt. Yeah.
akitől bizonyára már sokan hallottatok, csak a jegyzetem közt elvesztem, bocsánat. Ők a Rollens, akik a 2003-ban alakultak meg, a Roland Rollköztasznos volt egyesület egyik szakosztályaként. Céljuk, hogy szavak nélkül pusztán a tánc jelvén beszélnek a másság elfogadásáról, az integráció modern eszméjéről, az esélyegyenlőségről. Műsorok kialakítása során a lehető legszélesebb repertoáris szállítására törekednek, hogy mindenki találhasson benne kedvére valót, tagjainak hitvallása szerint. Ha csak egy pici morzsával hozzájárulhatnak a dolgok jobbátételéhez, és ha csak egyetlen hangyácska is akar, akinek ezzel a morzsával egy világot adnak, már nem értek hiába. Fogadjátok őket szeretettel! Thinking I'm feeling lost.